Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látják a Városházáról. Műsorunk állandó vendége és egyéb a házigazdája, dr. Puskás Tivadar, Szombathely megyei jogúváros polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Polgármester úr, Szombathely több mint egy héten keresztül a birkózás fővárosa. Kezdjük ezzel a témával akkor. Szombathelyen a 15. birkózó Grand Prix-t rendeztük a múlt hétvégén. Ez a birkózó Grand Prix, ez 11-szer volt az arénában, az Aréna Szaváriában. Amúgy nagyon nagy magyar sikerek szoktak lenni, és most is szerencsére 4 aranyérmet nyertünk. Birkózóink úgy teljesítettek, hogy 4 számban is a legjobbak voltunk. Ez azért is jelentős meg érdekes, hiszen 20 országból 140 versenyző vett részt a viatalon. Aztán azért vagyunk a birkózás fővárosa, mert a Grand Prix után a héten, kedden kezdődött az U23-as Európa-bajnokság. Az U23-as Európa-bajnokságban 35 országból 368 versenyző vett részt, illetve vesz részt, úgyhogy nagyon érdekes küzdelmeket látunk. Azoktól látjuk ezeket a nagyszerű meccseket, akik a jövőben a birkózás felsőházában, a birkózás legjobbjai között játszanak, majd legjobbjai között mérkőznek. Úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy Szombathely a birkózás fővárosa most ezen a héten. Hétfőn rendkívüli közgyűlés volt 2 témával. A rendkívüli közgyűlés egyik témája a Kneipp módszernek a bevezetése. A Kneipp módszer szerint elsősorban azt próbáljuk elérni, hogy már kicsi gyerekkorban, apró gyerekkorban az egészséges nevelés, az egészséges életmód, az egészséges táplálkozás legyen az, ami meghatározza a gyerekeknek a gondolatvilágát, meg hát természetesen úgy táplálkozzanak. A másik kérdés pedig hát az ominózus színház ügyvezetőjének a megválasztása volt. Az előző közgyűlésen ugye nagyjából úgy döntöttünk, hogy nem volt méltó az az eljárási rend, ami kialakult a színházigazgató választás között. Ezért döntöttünk úgy, hogy új pályázatot írunk ki, úgyhogy egy évre meghosszabbítottuk a jelenlegi igazgató Jordán Tamásnak a funkcióját, és kérjük az új pályázatot. Maradjunk, polgármester, a 2-es számnál továbbra is, ugyanis a keddi napon 2 protokolláris eseményen vett részt, polgármester úr. Xenia Skrilec volt itt. Xenia Skrilec egyébként a Szlovénia nagykövete. Vele már több ízben találkoztunk. A mostani találkozónknak a lényege az volt, hogy az eddigi eredményeket nagyjából áttekintettük, és legutóbbi találkozásunkkor arról beszéltünk, hogy Szlovéniában, Maribor környékén a foglalkoztatás az olyan, hogy van felesleges munkaerők. És arról beszéltünk, hogy próbáljuk meg azokat a képzett, kevésbé képzett embereket, a munkaerőt ide Magyarországra hozni, Magyarországra irányítani, és ennek a részleteiről volt szó, ennek a megindulásáról, ennek a folyamatnak a megindulásáról volt szó. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a mi gazdaságunk szempontjából, az ottani gazdasági mutatók, a munkanélküliség csökkentése szempontjából lényeges dolog. Nyilvánvalóan ez nem csak Szombathelyre, hanem egész Vas megyére, illetve az egész térségre kiterjedő. Fontos dolognak érzem, és gazdasági jelentősége van. Ezen kívül hát beszéltünk arról, hogy Mariborból a több száz éves szőlőtőkéből kaptunk egy venyigét ezelőtt egy hónappal, és ennek az ünnepélyes elültetésére kerül sor
a közeljövőben ennek a részletét is megbeszéltük. Tehát egy ilyen baráti megbeszélés volt, aminek bizony gazdasági haszna is lesz, meg hát a két ország közötti kulturális kapcsolatot ápoljuk továbbra is. Másik protokoláris esemény, hogy így nevezzük, az egy szép korú köszöntése volt. Dobos Kálmánné 90 esztendős volt, és ezen alkalomból mentünk el. Ez mindig nagy örömmel mondom, és nagy örömmel teszek eleget ennek a kötelezettségemnek. Dobos Kálmánné egy nagyszerű testi fizikai állapotban lévő szépkorú hölgy, akinek két gyereke, három unokája és egy dédunokája van. Aranyosak és összetartó család, és hát nagyon szeretik egymást. Az ember nem is gondolná, hogy már 25 esztendeje annak, hogy elkészült az első Opel Astra Szent Gotthárdon, pedig igaz, negyed évszázados ez a jubileum, és természetesen nagy ünnepség is volt. Nagy ünnepség volt, megláttuk, illetve megnéztük azt a filmet, amely a 25 évvel ezelőtti jubileumi eseményről szólt, arról szólt, hogy Antal József által vezetvén lejött a futószarlagról az első Magyarországon gyártott Opel Astra. Ez alatt a 25 év alatt nagy utat tett meg az Opel is, persze tudjuk a körülményeket ma, meg nagy utat tett meg a Szent Gotthárdi gyár is. Minden esetre örömteli, hogy az Opel vezetősége a jövőben is számol Szent Gotthárddal, számol az Opel gyárral, a jövőben is az egyik legfontosabb motorgyára marad itt ebben a térségben. A mostani rendezvényen a díszvendég Szijjártó Péter volt, aki éppen Manilából jövet, 24 órával vagy 26 órával előtte Manilában tárgyalt, és hát ide érkezett Szent Gotthárdra, és azt értékelte, hogy a magyar járműipar, a magyar gazdaság zászlós hajója, azt értékelte, hogy ezen belül is az Opel gyár az egyik legrégebbi Magyarországra telepített járműipari egység. Hát ennek örültünk, meg annak örültünk, hogy ennek a gyárnak is, meg az itt dolgozóknak is jövőjük van. Elérkeztünk, polgármester úr, a mai, azaz pénteki naphoz. Lesz esemény óvodában, lesz esemény iskolában. Az Ovi foci pálya az nagy siker lett végül. 9 elkészítendő műfűves pályával indultunk annak idején néhány évvel ezelőtt. Ez a Buzánszky Jenő által alapított alapítvány, valamint hát a különböző TAO pénzek segítségével létrejövő 6 méter x 12 méteres műfűves pálya az óvodákban, amely a gyerekeknek a mozgását segíti elő. Nyilvánvalóan elsősorban a futballra, de hát a futball mellett mindenféle sportág gyakorlására lehetőség van. Az eredeti 9 pálya építési lehetősége még 3-mal bővült, és pályánként 3 millió forinttal járult hozzá, illetve járul hozzá az önkormányzat, tehát összességében 36 millió forint volt ez alatt a 4 év alatt, vagy lesz ez alatt a 4 év alatt az önkormányzati hozzájárulás. A pályák értéke, elkészítési értéke az egyébként olyan 9 millió forintnyi, tehát körülbelül 30-70%-os az önkormányzati részvétel, illetve az állami részvétel. Na hát, egy ilyen pályának az átadása történik most. Az eddigiek folyamán összesen 7 pálya készült el, úgyhogy még 5-nek az átadására kerül sor a közeljövőbe. Hát remélem, hogy ezek aztán ütemesen most elkészülnek, és mind átadhatjuk a gyerekeknek. Ugyanis annál fontosabb, hogy a fiataljaink egészségesek legyenek és sportoljanak, annál fontosabb talán nincs is. Tám még az, hogy okosak is legyenek, meg iskolába is járjanak.
Az iskolai rendezvény az a Derkovicsban lesz. A Derkovics iskola 49 esztendős. E 49 évé alatt a Derkovics fogalommá vált a városban, a Derkovics iskola fogalommá vált a városban. A Derkovics hétnek az a jelentősége, hogy részben a névadóra Derkovics Gyulára emlékeznek, részben pedig a különböző eseményekkel a derkovicsosság, az együvé tartozás, az identitás erősítése az, ami ilyenkor a Derkovics rendezvényeknek az értelme és célja. A Derkovics iskola mindig jelentős eredményeket mutathatott fel a különböző művészetekben. Így most már jó néhány esztendeje verssoroló című műsort tartanak ilyenkor a Derkovics héten, és jó néhány esztendeje képzőművészeti kiállítást, illetve képzőművészeti versenyt is tartanak, tehát rajzokat, különböző képzőművészeti alkotásokat készítenek a gyerekek, és hát ezt zsűrizik. Tekintsünk egy picit előre, polgármester úr, a hétvégén, szombaton és vasárnap is egy-egy olyan esemény lesz, mely a fogyatékkal élőket helyezi előtérbe. 1977. április 1-én itt Szombathelyen, itt Vas megyében alakult meg a mozgássérültek első egyesülete, első civil szervezete, első olyan szervezete, ami nyilvánvalóan segítséget nyújt a tagoknak, és ezen kívül hát a civil szervezetekhez hasonlóan ellátja azokat a funkciókat, amelyek ilyenkor a szervezetnek a szükséges funkciói, például az érdekképviseletet. Annyit még gyorsan hadd mondjak el, hogy 77-ben összesen 63 tagja volt az egyesületnek, ma 2130. Tehát alapjában véve jól bővült a taglétszám. Azt érdemes talán még tudni, hogy az alapítók közül még 15-en itt vannak köztünk. Azért lényeges a szervezet, mert egy olyan rászoruló csapatnak, egy olyan rászoruló rétegnek segít a városban, a megyében, akinek az érdek képviseletét valakinek el kell látni. És mozgássérült szervezet az, ami ezt teljes mértékben megteszi. Ezt már csak azért is érdemes itt Szombathelyen hangsúlyozni, itt Vas megyében hangsúlyozni, mert hát ugye Szombathely a segítésvárosa, bár 1977-ben még nem volt ez a szlogen, de akkor is az országban itt indult először ilyen szervezet, tehát látszik, hogy Szent Márton szellemisége itt Szombathelyen, függetlenül attól, hogy Szent Mártonnak születésnapja vagy nincs, Szent Márton szellemisége él, meg már 1977-ben is élt. Vasárnap pedig enyhe túlzással élve kékbe öltözik a segítésvárosa. A segítésvárosa kékbe öltözik, hiszen az emlékművet kivilágítjuk kék színben majd, azért, mert az autizmus világnapja lesz. Vasárnap az autizmus világnapján számos rendezvény lesz a városban, számos rendezvény lesz a főtéren, az agórában. Én mindenkit biztatok arra, hogy emlékezzen arra, meg jusson eszébe az, hogy Magyarországon mintegy 60 ezeren élnek autizmussal. Ez az adott családnak, az adott személynek nyilvánvalóan egy extra plusz problémát jelent, egy extra plusz más ellátási igényt jelent. Az autizmus világnapjához kapcsolódva mindenképpen beszélni kell arról, hogy a 90-es években alakult meg az Esőemberke Alapítvány Szombathelyen. Az Esőemberke Alapítvány az autizmussal élőknek az összefogását, segítését hivatott végrehajtani.
az alapítvány munkájának köszönhető, hogy létrejött a Holnapháza. A Holnapháza ez egy több személy ellátására szolgáló bentlakásos intézmény, és ennek a kiegészítéseként a szomszédban felépült a Maháza, ez egy foglalkoztató hely, jelentős kormányzati és pályázati segítséggel. Úgy néz ki, hogy az átmeneti zavarok után most az idei esztendőben aztán sikerült már a funkcióját is, a működését is teljesen egyenesbe hozni, úgyhogy lehetőség van itt a szomszédban lévő, illetve a városból jövő autistáknak a foglalkoztatására, munkába állítására. Ez szerintem ahhoz, hogy a társadalomban értékes, látható és önmaguk számára is értékelhető munkát végezzenek, ez rendkívül fontos. Gondoljunk mindig arra, hogy őket, nekik is teljes életet kell biztosítani, segíteni kell rajtuk is, és hát Szombathelyen ezt tegyük meg, ne csak az autizmus világnapján, hanem folyamatosan az egész esztendőben. Polgármester, köszönjük szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen a figyelmet! Kedves nézőink, Önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látták, hallották, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!